Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 24-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre kivettem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, mit szeretne közölni veletek. Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai. Itt láthatunk egy királynőt. Ez utal a büszkeségre. De jelentheti azt is, hogy így gondol rátok. Ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. És azt a bátorságot jelenti, a lelkesedést és a szenvedélyeket. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt vidámságról van szó. Ez lehet egy meghívás, és vagy egy valamilyen ünnepség, de mit közöl veletek? Ugyanazt, ami ez a kép arra utal, hogy itt van egy ilyen meghívás, találkozás rokonokkal, ismerősökkel, ez a vidámság látható a képen, de a 9-es szám arra utal, hogy neki ez nem tetszik. Itt vannak neki a korlátai. Ezt más szóval úgy tudnám elmagyarázni, hogy ő kifele ezt mutatja, hogy mennyire boldog a családdal, az ismerősökkel, vagy valaki ezt elvárja tőle, de ez nála nem így van. Belülről ő másképp érzi. Ő boldogtalan, és ő nem akarja ezt kifele mutatni. Ennek vége lesz. Itt a nap arra utal, hogy kiderül az igazság. Ő nem akarja ezt a játékot játszani, ezt a vidámságot mutatni, amikor ő szomorú. Tehát ezt befejezi, mert pontosan ez, amiről ő elgondolkozik és közli veletek. Nincs kedve ezt a játékot játszani, mert ez nem az igazság, hanem kifele olyan hamis kép, amit ő neki mutatnia kell, mert mások ezt elvárják tőle. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!